Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A 3 kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a 3 kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Mi az ő gondolata? Mi az ő terve? Itt a szívről van szó, érzelmekről, szeretetről, szerelemről, de a szíve most sebzett. Itt vagy vannak emlékek a múltból, ami miatt szomorú, vagy voltak nézeteltérések köztetek, és ő megsértődött, vagy úgy gondolja, hogy ő sértett meg téged. Itt rendbe kell hozni a dolgokat. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt megvan nála az erő, hogy bebizonyítsa magát. Ez az erő jelenti a belső erőt és a hitet, hisz abban, hogy itt lesz egy szívgyógyulás. A következő kártya azt mutatja, hogy mit fog tenni. Itt látható a tűz eleme, ami jelenti az ő bátorságát, a lelkesedést, vagy a szenvedélyeket. Ő figyelgeti a dolgokat, de lassan-lassan majd közeledik hozzá. És megvan nála ez a belső hit, hogy itt kialakul valami. Akkor is, ha vannak itt még fájdalmak a múltból, ő ezt rendezni szeretné. És mi köt össze benneteket? Ő ül ezen a fehér paripán, és közeledik hozzád. Ez lehet egy fehér autó is. Átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, és az jelenti az érzelmeket. Nem kell semmit tenned, ő magától jön. Itt van a terv, a lelkesedés, és itt a kelyheknél az jelenti majd az érzelmeket, tehát kimutatja ő majd az érzelmeket. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!